az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág? Körbenézel, s látsz egy arcot, ami némán gond pihen. Reményt adhatsz pár mosolyjal, hogy a holnap más legyen. Jut még bárkinek a tiszta fényből egy cseppnyi láng, jó kettő helyen, ha másod nincs is, ezt add tovább. Hóban ébred majd az ünnep, minden percben nevet ránk. Tud-e bármi szebbet adni, mint a békés nagyvilág? Körbenézel, s látsz egy házat, mit a napfény elkerül. Kopog csendben, meleg szépen, úgy már nem lesz egyedül. Jut még cseppnyi láng, jó kettő helyett, a másod nincs is, ez add tovább. Van még gondolat, mi átadható, s van száz pillanat, mi szétoszható. Szerintem egy karácsonyi dal attól válik igazi jó slágerré, hogy valaki évről évre hozzányúl újra, és esetleg átdolgozza. Hát ez történt ezzel a dallal is. Kata, miért éppen Attilát és Csabát választottad most magad mellé, hogy újra gondold ezt a dalt? Azért, mert egyrészt meg akartam ünnepelni a 10 éves évfordulóját, másrészt már többen feldolgozták előadók, és most én szerettem volna kiválasztani, hogy kik legyenek azok a magyar előadó művészek, és két teljesen különböző karakterű fiatalembert választottam, viszont tudom, hogy tudtam is, hogy mindkettejükben megvan az a lelki többlet, amit én szeretnék ebben a dalban, hogy elhangozzon az előadás módjukon keresztül. És hát a visszajelzések is azt mondják, hogy ez sikerült, és hiába vagyunk hárman teljesen különböző alkatúak vagy stílusúak, mégis azt mondják, hogy egységet alkotunk, és ennek nagyon-nagyon örülök. Ugye adott volt a zene és a szöveg, de azért mennyire kaptatok szabad kezet, hogy egy kicsit a saját magatok ízére formáljátok Attilával? Szerintem az ember szabad keze nem feltétlenül abban rejlik, hogy nem követi a leírt hangjegyeket. Attól még, hogy az emberbe van valamilyen szorítva, és nem pont a saját dalát adja elő, ugyanúgy tud saját érzelmeket kifejezni, és szabad kezet kapni. Úgyhogy az esetben mi is lényegében bementünk, az Attila is most őt is képviselem ebben a kis beszélgetésben, mert nincs itt. Bementünk a stúdióba, és ami eszünkbe jutott, ami érzést kiváltott belőlünk a karácsony, és ez a remek dal, ezt igyekeztünk interpretálni ezen a felvételen, és szerintem amúgy nagyon sikerült, én hallottam már jó pár verzióban, Kata nem mondta el szerintem az előbb, hogy ez az egyik legtöbbet feldolgozott magyar dal. Az egyik, vagy a legtöbbet? Vagy a legtöbbet, mert igen, több mint 500 feldolgozása van az interneten. Wow, beleértve a kórusokat is, az iskolai kórusokat. Na most mindezt nem hallgattam azért végig, de visszahallgattam egy csomót, és ez ami most egy hármunkádal készült, szerintem benne van a top 3-ba, de fűsz hozzá. Hogy... Ez egy igazi feldolgozás lett, Závodi Gábor nyúlt hozzá zeneileg, kicsit modernebb lett, mert felgyorsult, de remélem, hogy azért azt a meghittségét nem vesztette el, ami eredetileg volt, és hát az, hogy egy új lendületet kapott, ez mindenképpen igaz. Tehát van egy nagyon vaskos, ilyen gaspeles vokál, akkor a fiúk nagyon jókat improvizálnak, én is igyekeztem. Tehát, hogy egy kicsit elkezdett élni a dal. És amit viszont mindenképpen szerettem volna, és ezért is készült a feldolgozás, mert
mert nagyon erősen érzem, hogy a Szabó Ági, aki írta a szöveget, egyébként Madarász Gábor a zenét, Szabó Ági olyan szöveget írt, amit most nagyon sokat kell szem előtt hallgatnunk és szem előtt tartanunk, hogy jó kedv könyv helyett, és ezt ad tovább, és csak ezt. És ha már a meghittségről van szó, akkor a klip is ezt a hangulatot adja át. Ki készítette? Indián készítette a klippet. Ő maga. És szerepelnek gyerekek is benne, akik pedig az Aga gyermekotthon lakói. Így innentől idáig, tehát hogy nem is tudom, tehát a korukat, hogy a legkisebbektől egész nagyokig eljöttek, és ugye eleinte kicsit félszegek voltak, de aztán le nem lehetett őket vakarni rólunk. Igen, az elején nem nagyon mertek megszólni, aztán volt egy kis közös éneklés, beszélgetés, és nagyon-nagyon sok voltak különben. A végén azt mondom, hogy alig akartak elmenni, tehát nagyon sokat dumálgattunk. Hát egyébként Kökény Attila támogatja és ismeri őket régóta, úgyhogy innen a kapcsolat, és ő tanította be a dalt nekik, szóval ez nagyon nagy élmény volt, hogy ők onnan eljöhettek, mert minden egyes pillanat, amit ők máshol töltenek, az egy nagyon nagy élmény nekik, pláne egy ilyen videoklip forgatás. Úgyhogy... Nekünk is az volt egyébként, tehát hogy találkozni velük is, az kifejezetten, tehát a gyerekek mindig valamiféle őszinteséget, vagy valamiféle más dimenziót, egy kicsit ilyen egy kevésbé hazug dimenziót hoznak a világba, és a karácsonynak, mivel ez amúgy is a legfőbb vetülete, szerintem a legjobb választás volt, hogy gyerekeket, és hogy pont őket hoztuk a klipbe. Ugye ezt a dalatéket nem sokára az M2 Petőfi TV nézői hallhatják, láthatják majd akusztikus verzióban. Ugye az Akusztik című műsorban majd december 25-én lesz hallható. Milyen érzés volt ott részt venni az akusztik koncerten? Nekem... Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy álmom vált valóra, nekem nagyon felemelő volt. Azt hiányoltam csak, hogy nem lehetett közönség, sajnos, de... De így is lesz közönség, majd ugye a tévén nézzük. Igen, de azért azt úgy elképzeltem. Azt gondolom, hogy én tényleg egy nagyon nagy ajándékot kaptam abban az időszakban, amikor nem lehet élőben zenélni, és hogy ezt most... Pont karácsonykor megtehettük a zenekarommal, ráadásul csatlakoztak a fiúk is, amiket Csaba énekelt, az is óriási volt, úgyhogy és én már alig várom, hogy láthassam. Tényleg nagyon nagy élmény volt, és ezután is nagyon köszönöm. És egyébként az, hogy nekem egy olyan dalom van, amit nem a kiadók és nem a menedzsmentek toltak, úgymond, és nem azért lett sláger, mert agyon játszották a rádiók, ahogy az nagyon sok dallal van, hanem egyszerűen, tehát ezt én a mai napig nem tudom felfogni, hogy lehetséges az, hogy van egy dal, amit tényleg csak a közönség éltet, és az, hogy ők szeretik, és éneklik. Úgyhogy én ezt nagyon-nagyon köszönöm mindenhogyan szeretném nekik megköszönni. December 25-én tehát majd akusztik. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük.